Sör, zene és jókedv minden mennyiségben. Idén is ez jellemezte a solymáriak már hagyományosnak mondható kétnapos rendezvényét, a sörünnepet. Az eső ugyanolykor megpróbálta megzavarni a mulatozást, de nem szegte kedvét az érdeklődőknek, a jó hangulatról pedig az Adler Steiner zenekar is gondoskodott. A zenekar kicsit kipihente magát, addig a színpadon megkezdődött a hagyományos bajor népviselet versenye, a Dénri szépségverseny. A versenyzőket Milbik Edith, a hétlépés táncsoport vezetője mutatta be, a közönség pedig szavazhatott a legjobban tetsző ruhára. A közönség szavazata alapján az első helyezett lett Kamuti Laura és Dezsényi Péter, akik párban indultak, második lett Dalosz Cecília ruhája, az első pedig Slik Tímea és Slik Júlia. A ruhaszépségverseny után táncház következett, ahol a hétlépés tánccsoport tagjaival sajátíthattak el egy-egy könnyű tánclépést a vállalkozók kedvűek.